Tegnap szerencsém volt a Dalai Lámát meghallgatni, és ilyen sapkában csinálta, és így röhögtem rajta, de igaza van. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai napon a napló elemzésekről fogunk beszélni, vagy fogok beszélni egy keveset, arról, hogy azokról az adatokról, amiket összegyűjtünk, hogyan tudunk saját eszközeinkkel információt kicsikarni, úgy, hogy lehetőleg sok pénzre ne kerüljön. És azt gyorsan le is rántom a leplet, a Sziszlogengének egy futásidei napló elemző megoldásáról szeretnék beszélni, de az idő rövidsége miatt nem nagyon tudom ismertetni a Sziszlogengének a belső működési dolgait, úgyhogy csak egy darab funkciót szeretnék elmondani. Remélem, hogy mindenki az előadás végére azon fog gondolkodni, hogy na akkor mikor kezdjük el az otthoni naplóelemző projektünket. De az nyilván még ma itt maradtok, és majd holnap, akkor hétfőn ezzel kezditek a napot. Ugye az a baj, hogy nagyon sokan végeznek naplógyűjtést, de ez igazából semmi más, csak összegyűjtjük egy helyre, és learchiváljuk, hogyha az auditor vagy valaki jön, akkor közöljük, hogy hát nekünk ilyen eszközünk van, de hogy ha már összegyűjtöttük azt a sok adatot, akkor nagyon jó lenne belőle valamilyen értelmezhető információt csiholni, tehát kéne nekünk valami eszköz, ami tényleg érthető és felhasználható információt hoz a begyűjtött sima nyers üzenetekből. Ez azért lesz nekünk jó, mert nem csak így egyszerűen és egyszerűen archiválunk, és most el fogjuk rakodni valahova logokat, hanem fölismerhetjük az eseményeket. Majd megpróbálok olyan érdekes lekérdezéseket majd mondani így a vége felé, ami tényleg akár egy sima, úgymond egyszerű elnézést, én is az vagyok, rendszergazda számára is értelmes és érthető információkat és hasznos információkat fog összehozni. Ugye, hogy néz ki maga az elemzésnek a folyamata? Mindenképpen össze kéne gyűjtenünk ezeket az üzeneteket, fel kell kutatni és begyűjteni azt, hogy ki hova loggol. Ez így látszólag egy egyszerű feladat, gyakorlatilag nem, mert ahány alkalmazás, az annyi helyre loggol, és annyi féleképpen képes naplókat gyártani. Emiatt viszont muszáj majd valamilyen konverziót létrehoznunk, tehát jó lenne, hogyha valami egységes formátumban és egységes alakra hoznánk ezeket az üzeneteket. Ezt szoktuk szépen normalizálásnak is mondani. És a konverziónál pedig két fontos dolog van. Egyrészt a protokoll konverzió, tehát hogy azonos syslog protokollakat beszéljünk, és esküszöm nem megyek bele ilyen RFC-kbe, vagy üssetek a kezemre. Illetve a formátuma egységes legyen, mert ha nem hozzuk egységes formátumra, akkor nem nagyon tudunk belőle értelmes információkat kinyerni. Én egy adatbázisos szakembertől hallottam ezt a junk in, junk out kifejezést. Ez ide is érvényes. Utána a következő feladat, hogy szedjük ki belőle a fontos információkat, meg a fontos értékeket, és szűrjük ki a zajokat. Ez megint egy nagyon fontos dolog. Ha megnézitek majd a naplókat, akkor a napló egy logszervert, vagy a saját szervereiteknek a naplóit, akkor nagyon sok van benne, ami zaj. Majd erre is mutatok mindjárt példát, vagy mondok példákat. Majd megtörténik az elemzés, és nagyon fontos, hogy kéne rá reagálni. Mik lesznek a tipikus buktatóink? Az egyik az a felkutatása, hogy na most akkor hol keletkeznek nekünk logjaink. Esetleg így összeszedhetjük, hogy Sziszlogengé például hányféle módszerrel tud logokat gyűjteni. Ugye simán egyszerűen a devlog olvasásától az ilyen fájlolvasásokon át a mindenféle pipe-oknak és streameknek az olvasása. Ez azért fontos, mert alapvetően hiába van. Most egy Unix-os rendszerről, hogyha beszélünk, akkor ott van az a syslog API, és használjuk a syslogot arra, hogy naplózzunk, de ezt így mondjuk a fejlesztőknek a fele nem nagyon hallott még róla, vagy nem tudom, miért nem akarja használni. És azért inkább kinyit egy fájlt, és belerak logokat, vagy inkább egy adatbázisba loggol, vagy inkább egy hálózati kapcsolatot használ rá, vagy valami egyéb mást.
Egyébként a leggázosabb az a narancssárgával kijegyzett, ott aztán tényleg nincs mit tenni, tehát hogy van, nagyon sokszor nem loggolnak. Gondolom, itt az elmúlt napnak és a mai napnak egyik ilyen fontos csapás iránya lesz majd az ilyen webes alkalmazások, meg az ilyen mindenféle pistike weboldalaknak a hibái, és ezeknek az egyik ilyen pígypúgy, hogy abszolút nem loggolnak, tehát eszük ágában sincs. Következő a szedett-vedett formátumok, ami megint egy elég problémás dolog, mert össze-vissza mindenféle formátumokban képesek naplókat produkálni az emberek. Erre már van megoldásunk, és majd mindjárt meg is mutatom, hogy mi az. De ez megint egy problémát jelent. Aztán vannak mindenféle karakterkészletbeli eltéréseink, ezek mondjuk kezelhetőek, és a zavaró zajok, ami szintén kezelhető. Az egyik az, hogy nagyon sokszor felesleges, vagy olyan logüzenetek vannak, ami számunkra nem annyira érdekesek. A másik meg az, hogy mondjuk egy hálózatra kapcsolt gépnél előfordul, hogy az internetnek a gazdaságos működése miatt mindenféle olyan logüzenetek keletkeznek, ami számunkra mondjuk van rendesen, tudjuk, hogy mit tudom én, egy DNS esetében az egy normális dolog, hogy próbálnak tőlünk naponta 5 percenként mindenféle furcsa zónákat így transferelni, nem is nálunk van, nem is a mi DNS szerverünkön van, nem tudunk vele mit kezdeni, van. Igazából sérti a prot policy-t, tehát ez egy violation, ha szabad ilyen csúnya angol szóval kezdenem, de nem tudunk vele mit csinálni, van. Ezeket jó lenne valahogy elrejteni, vagy kiszűrni, mert utána csak zavarja az elemzésünket, illetve eltorzít, majd később visszatérünk rá talán. Aztán jön a normalizálás. A normalizálás az, hogy a nyers üzenetből valamilyen közös és emészhető formát kéne csinálnunk. Ez azt jelenti, hogy például az időpecséteinket, azokat megpróbáljuk egyforma formátumra hozni. Ahány syslog protokoll, annyi időpecsét formátumot használunk. Nem tudom, talán emlékeztek rá a tavalyi előadásból, illetve biztos vagyok benne, hogy nem, mert én sem, hogy például az RSC3165 az egy ilyen buta paddingelt időpecsétet használ, ami nem szabványos, nincs benne az év, nincs benne töredékidő, meg időzóna, ami nagyon zavaró. Mondjuk az új protokoll, az az 5424-es, ez már ISO timestamp-et használ. Jó lenne, hogyha ezeket közös formátumra tudnánk hozni. Aztán a másik az azonos struktúra, ugye, van nekünk mondjuk 35 féle alkalmazásunk, 75 féle log formátummal, és ezeket meg kell próbálni azonos struktúrára hozni, mert különben nem fogunk tudni belőle értelmes eredményt kihozni. És a következő az, ami per pillanat a legnehezebb, és nem is nagyon van rá válaszunk, az azonos adatformátumok, tehát mit tudom én, egy azonos formátumú user ID-k, vagy valami hasonló, nem igazán lehet mit kezdeni. Nézzük meg, hogy akkor ezek a bejövő üzenetek, ezek milyen tulajdonsággal bírnak. Ugye minden üzenet az általában kétféle részből áll össze. Vannak ilyen statikus tartalmak, ezeket fehér színnel jelöltem, és vannak változó tartalmak, ezeket narancssárga színnel jelöltem. Például egy SSH logüzenetben az accepted, az egy változó tartalom, egyébként két értéke lehet, accepted vagy failed lehet. A második az ott egy password per pillanat, de mindig azt jelenti, hogy milyen metódussal érkeztünk, milyen metódussal autentikálta magát a kedves felhasználónk. A for az egy statikus rész, a Péter ez az én user ID-m, a from megint egy statikus rész, utána a kliensnek az IP címe következik, aztán a port, mi volt a forrásportom, és az SSH2 az meg az SSH protokollnak az azonosítója. Egyes vagy kettes lehet ott egyébként, aki egyes, az legyen szíves váltson kettesre, és hogyha pedig mást látunk, akkor meg gáz van.
A következő az egy FTP démonnak a logja volt, ott a kérdőjel az a user ID, az IP cím az ugyanaz, a user nevet látjuk, a többi meg az, hogy na, akkor ő most belépett. Azért ezt hozom példának, mert ez most elég könnyen összevethető, összehozható. Egyben a harmadik az egy POP3, ez egy Dovkat egyébként, a fönti meg egy Pure FTP, ha már itt tartunk. Ez egy Dovkatnak a bejövő üzenete, ugye nagyjából pont ugyanazt látjuk, a RIP az a remote IP, a LIP az a local IP, úgyhogy itt ez össze is van rakva, össze is kevertem a két IP-t, de teljesen mindegy. És a user ID van, nekünk most majd a példában az IP cím lesz fontos, meg a user ID. Ugye itt rögtön látjuk, hogy az első két esetben például a user ID az nincsen nincsen ilyen kacsacsőrök között, és a harmadik esetben pedig van, ez megint ugye meg fogja zavarni esetleg a munkánkat. És akkor most jön a SysLogengy. A SysLogengyben beépítettünk körülbelül 2 évvel ezelőtt egy ilyen futásidejű naplóelemző lehetőséget. Ezt úgy hívják, hogy PattenDB. Hogyha esetleg valaki hallott már a SysLogengyről, akkor a SysLogengyben van egy ilyen lehetőség, hogy, illetve nem lehetőség, hanem muszáj ilyen logpászokat definiálni, vagy logroutingot definiálni. És van nekünk egy új tulajdonságunk az, hogy ebbe a logpászba bele tudunk rakni úgynevezett parser modulokat és úgynevezett rewrite modulokat. A parser az egy üzenetértelmező modul, ami azt csinálja, hogy különböző módszerekkel 2 tudunk per pillanat értelmezzük a bejövő üzenetet. Hogyha szerencsések vagyunk, mondjuk így tudnék mondani nektek 2 vagy 3 ilyen alkalmazást, aki mondjuk olyan szigorúan struktúrált üzenetet képes kigenerálni magából, mondjuk ilyen a Squidnek az access logja, az Apache-nak az access logja, vagy mondjuk ennek az előbb említett Pure FTP-nek a transfer logja az ilyen. Ők csinálnak ilyet, de az a baj, hogy nem mindenki ezt a 3 démont használja, hanem van 15 000 másik alkalmazásunk. Szóval abban az esetben ezt egy CSV parszerrel fel tudjuk szépen parszolni. Azt mondjuk, hogy oszlopaink vannak, ugye minden oszlop kötelező mező, és ezt egy CSV-nek tekintjük, teljesen jól működik. Sajnos az élet viszont nem ilyen, hanem össze-vissza csinálunk mindenféle logüzeneteket. Hogyha esetleg fejlesztők lennétek, akkor előre kérlek benneteket, hogy léci, normális logüzeneteket generáljatok, jó? Mert akkor nekünk lesz kevesebb a dolgunk. Szóval a lényeg, hogy ezt a kis kütyüt berakjuk a logpászunkba, magát a parszert, és az az átfolyó logüzeneteket szépen értelmezi, majd valamilyen módszer segítségével. A CSV parszer azt mondja, hogy na, ez egy CSV, és akkor valami delimitert kiválasztunk, és parszoljuk az üzeneteket. A másik az a PattenDB nevezetű parszer, vagy DB parszernek hívják. Ő pedig egy ilyen radix3-s mintaillesztést tud nekünk megcsinálni. Ennek az lesz a jó tulajdonsága, hogy ez a két parszer majd kivezeti a felismert értékeket ilyen saját makrókba, és utána a saját makróink segítségével pedig újra tudjuk struktúrálni az üzeneteket, vagy külön el tudjuk tárolni ezeket. Két lehetőség van, vagy magát az üzenet tartalmat írod át, egy template vagy egy rewrite segítségével, vagy pedig egyszerűen csak nyitsz egy adatbázist, és ezeket a makrókban tárolt információkat egy-egy külön mezőben eltárolod a táblában, és utána meg felhasználod. Azért jó, mert futásidőben működik, és bazi gyors. Illetve van még egy plusz szolgáltatása, az, hogy üzenetklasszifikációs eszköz. Meg tudjuk a bejövő üzeneteinket, mert mindjárt látjátok, be tudjuk osztályozni. Tehát azt mondjuk, hogy kitalálunk mindenféle kategóriákat, mondjuk azt, hogy violation, meg error, meg noise, meg system, és azt mondjuk, hogy egy-egy üzenet az egy-egy ilyen kategóriába, vagy üzenetosztályba tartozik bele, és utána ezekre tudunk majd szűrni, illetve tudunk majd keresni rá. A másik lehetőség, ami
nem írtam ide föl, de van, erre is lesz példa, hogy taggelni is tudjuk. Ugye blogot mindenki olvas, gondolom, és ezek a blogüzenetek, ezek le vannak úgymond taggelve. Ezek a tagek azt mondják meg, hogy valójában miről szól. Ha tetszik, akkor kulcs szavazható, és akkor le tudjuk kulcs szavazni a blogüzeneteinket, ami szintén segít abban, hogy majd az értelmes információkat ki tudjuk rántani ezekből az összegyűjtött üzenetekből. Na nézzük meg azt, hogy ez hogy működik. Itt ezt a Radix3 nevezetű algoritmust használjuk. Ez a Radix3 algoritmus ilyen karakterenként dönt, hogy mi legyen, és egy ilyen fát épít fel, egy ilyen döntési fát épít meg, és ezért nagyon gyorsan tud működni, illetve majd hát van némi hibája is, hogy nem tudunk visszalépni a fában, ezen most gondolkodunk, hogy hogyan lehetne megcsinálni, van olyan eset, amikor ez esetleg jól jöhet. Na nézzük meg, hogy fogjuk átalakítani a logüzeneteinket. Az előző, van egy másik módszer egyébként, amit a logelemzők nagyon szeretnek használni, hogy ilyen reguláris kifejezéseket, regexeket használnak. Nem tudom, ki írt már regexet. Ugye nem egyszerű feladat, és könnyű hibázni. Azért jó ez a Pattern DB, mert nagyon könnyen ki tudjuk, tehát bárki számára nagyon gyorsan lehet ilyen mintákat összehozni. Ugye az előző üzenetet, ha láttuk, akkor megpróbálok visszalépni. Ugye a narancssárga részeket kéne átírnunk. Én most egy picit lusta voltam, az accepted-et ezt nem vezettem ki, de az autentikációs metódust, a user nevet, az IP címet, a portot ugyanígy kivezettem ilyen úgynevezett parszerekkel, és ezek ilyen kukacok között megmondjuk, hogy oda mit várunk. Várhatunk stringet, várhatunk IP címet, meg várhatunk számot. És akkor annyi a feladatunk, hogy a bejövő, csak annyi a feladatunk, hogy azt a bejövő óránként nem sok 2-3-5-10-200 000 üzenetetre megírjuk ezeket a mintákat, és utána pedig elkezdjük használni ezeket az értékeket. Nézzük meg, hogy akkor milyen parszereink vannak, mert ennél sokkal több van. A string parser azt mondja, hogy én itt egy sima stringet várok, és jó napot kívánok. De van például egy e-stringünk, ami azt mondja, hogy itt bármilyen karakter jöhet, stop karakterig, és megmondjuk, hogy melyik az a stop karakter. Most nem a legjobbat mondtam, mert az idézőjelet vettem, de tipikusan a space meg vesző szokott lenni általában az ilyen elválasztó karakter. Aztán vannak még úgynevezett Q-stringjeink, és azt mondtam, hogy ez egy idézett karakter, ez egy Q-string, és ilyen szögletes zárójelek között van maga az információ, amit én szeretnék ott olvasni. Illetve van még egy ilyen Jolly Jokerünk, az AnyString, ami azt mondja, hogy minden a sor végéig. Azért felhívom a figyelmet, hogy ha lehet, akkor ne használjatok AnyStringet, mert hogy egyszerűen fogja és elfedi az információt, ott bármi lehet igazából. Ugye minél megengedőbb egy patternünk, annál valószínűbb, hogy bele fog esni olyan is, ami nem oda való. Például ki lehet parszolni szépen egy e-mail címet úgy, hogy kukac, string, kukac, aztán utána megint jön egy kukac, string, kukac, és mind a kettőben lehet pötty például, meg kötőjel, meg még egy pár ilyen dolog. Kukac nem, mert azt eszképelni kell, tehát akkor már kezd egy kicsit bonyolultabb lenni a dolog, mert akkor azt mondom, hogy kukac, string, kukac, 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 string, kukac, így néz ki egy e-mail cím. Helyette esetleg azt is mondhatom, hogy megnézem magát a logüzenetet, és azt mondom, hogy úgyis mindig kiírjuk az e-mail címet, és utána egy veszőt teszünk, akkor használjunk helyette nyugodtan egy e-stringet, ahol azt mondjuk, hogy veszőig bármi lehet. Illetve terveink között szerepel a kukac e-mail, kukac parser is, és akkor az lehet bármi. Mert az e-mailben ugye hivatalosan úgy néz ki, hogy egy kacsacsörnyit, ott kellene lenni az e-mail címnek, tehát egy valid e-mail cím az, hogy kacsacsörnyit, kacsacsör zár. Aztán vannak numerikus parszereink, az egyik az a number, a másik meg a float, hogyha van benne tizedes vesző, akkor float, ha nincs, akkor nem.
illetve vannak IP parszereink, az IPv4, IPv6 és az IPvNi. Ez a három parszerünk van, tehát hogyha azt tudjuk, hogy ott most egy IP címet várunk, akkor ott tényleg az lesz, és akkor használjuk ezt a parszert. Ugye mik lesznek a buktatók? Itt is van azért még egy pár apróság, de mindegyikre van, illetve majdnem mindegyikre tudunk mondani választ. Az egyik a tartalmi ismétlődések, amiket én nagyon nem szerettem az elején. Egy postfixet kellett be patterneznem a saját magam számára, tehát még azt sem mondtam, hogy nem csinálom meg, vagy felmondok, mert hogy én vagyok a megrendelőm is egy ilyen hobby projektben. És ott a postfixnél ugye kilogoljuk azt a to meg az orig to mezőket, ami arról szól, hogy az eredetileg a feladó kinek küldte a levelet. Ez ugye egy darab e-mail címet várunk, és akkor kiderült, hogy nem, mert hogy na, ráadásul az a vicces, hogy pont a párom, a feleségem volt, aki küldte ezeket a leveleket, és a to mezőbe szeret sok e-mail címet beleírni egymás után. És mondtam neki, hogy ezt használja a BCC-be, de mondta, hogy az mást jelent, mintha a túlba írjuk, és tényleg. És ezért elkezdte használni, meg amúgy se volt túl sok kifogás. És akkor az a baj, hogyha ott egy e-mail címet vársz, akkor előfordulhat, hogy ismétlés lesz, és 5-6-8-10 e-mail címet beleír, szépen vesszővel elválasztva. Abban az esetben viszont egy olyan parszert kell használnod, ami fel van erre készítve, hogyha csak egy sima e-mail parszert csinálsz, akkor ott egyet várunk, igaz? Nem pedig sokat egymás után. A másik probléma az, hogyha van egy darab esemény, és az számos bejegyzést fog produkálni, de mondjuk a bejegyzések között nincsen összekötő információ, semmi. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Gyakran, hogy kapcsolat nélkül jönnek ezek a logüzenetek. A legtipikusabb az egy Windows login, az ilyen 3-4 logüzenetet generál, és nem nagyon van benne, legalábbis amit én láttam, nem nagyon van benne olyan adat, ami összekötné ezt az egészet. Illetve vannak hiányos üzeneteink, erre tudunk megoldást találni, például default értékekkel, ott, hogyha van értelme a dolognak. Például egy paketfilter logban nincsen user ID-nk, vagy egy, de nagyon sok olyan logüzenet van, ahol egyszerűen nem tudjuk, hogy melyik user volt, aki ezt csinálta. Mondjuk a paketfilter az jó ebből a szempontból, tudjuk a kliensnek az IP-jét, meg a CLIP-jét, de azt nem tudjuk, hogy ki volt a felhasználó. Lehet ilyet csinálni, hogy akár az XML-ből, akár a syslog.ng beállításokból annak a adatbázis mezőnek, most beszéljünk erről, adunk default értéket. Tehát ezt le tudjuk kezelni. Beszéljünk egy picit a klasszifikációról. Mire jó ez a klasszifikáció? Csoportosításra. Bejönnek az üzeneteink, és ilyen üzenetosztályokba tudjuk őket sorolni, és így össze tudjuk csoportosítani az üzeneteinket. Én találtam ide egy pár darab példaosztályt, ilyen legyen a system, a violation, error warning, info, stb. Ezt meg tudjuk, azért jó nekünk, mert általában a céges belső folyamatainkat, azokat lehet hozzákötni ezekhez az osztályokhoz. Azt mondjuk, hogy a system az nem érdekel, az normális működést jelent, de mondjuk azt mondom, hogy a violation-ökre rá kell ugrani, és a rendszergazdáknak ki kell nyomozni, hogy mi volt ez a violation. És akkor arra reagálni kell, mondjuk megkeressük a felhasználót, és rácsapunk egy pálcával a kezére, vagy tehát valamit kezdünk vele. Ez egyébként a syslog.ng-ben szépen ki van vezetve ebbe a classifier.class nevezetű makróban, és ezt fel tudjátok használni utána, akár fájlnévben, akár adatbázis táblában. A másik, amit az előbb emlegettem, az a tagging, ez a kulcsszavazás. Ide megint csak kitaláltam egy pár tipikus teget, ami nagyjából leírja azt, hogy itt mi történt. Ilyen legyen a noise, vagy a login, logout, timeout, human activity, vagy machine activity. Ez megint egy nehéz dolog egyébként, hogy most kitaláljuk azt, hogy egy bizonyos aktivitás az most felhasználóhoz kötött, és ember csinálta, vagy gép csinálta. Ezt megint kivezettük egy makróba, ezt textnek hívják, itt nem kell kapcsolós zárójelezgetni, hanem ezt így simán textként lehet rá hivatkozni, és benne lesz az összes tagünk így veszővel elválasztva. Ugye SQL-ben lehet jól keresni benne like-kal.
Utána a következő feladatunk az az, hogy rakjuk bele a mintáinkat egy XML fába, ebben tároljuk magukat az üzeneteket. Ugye van egy verzió, ami ráadásul ott version 3-nak kéne lennie, nem baj. Aztán ilyen rulesetekben szervezzük. Az első szűrés az a program névre lesz, és utána pedig benne maguk a mintákba, és szépen berakjuk oda a patternek közé a log üzenetünket, meg mondjuk a tagjeinket, illetve itt fönt található a class, megpróbálok oda menni valami egérrel, ott van a class meghatározása, itt meg a tagek szépen meg beállítva. Ezt az XML-t kell nekünk szerkeszteni, ráadásul, hogyha odarakunk egy újat, nem kell újraindítani a SysLogEngine-t, tehát nem állítod le, hanem ő észreveszi, hogy új verzió érkezett, vagy új darab, és simán felolvassa. Következő kérdés, hogy most taggeljünk, vagy klasszifikáljunk. Hát a nagy különbség az az, hogy egy üzenet csak egy osztályba tartozhat bele, viszont egy üzenethez bármennyi taget tudunk rendelni, és ezért bármilyen szempontból tudunk lekérdezéseket összehozni. Tehát például menjünk vissza az előző szlájdra. Mondjuk emlékeztek, van system meg violation. Egy sikeres belépés az biztos, hogy login info lesz, és biztos, hogy system. Egy sikertelen belépés az meg login is lesz, meg violation is. És beleírjuk, hogy ez mondjuk human activity, meg beleírjuk, hogy egy remote login volt, vagy lokál login. És akkor lehet ezekre utána majd szépen szűrni és kimutatásokat csinálni. Kérdés, hogy hogyan használjuk. Ez már elhangzott többször is, hogy a klasszokat, meg a tegeket, ezeket le tudjuk többféleképpen tárolni, és többféle helyen tudjuk felhasználni a SysLogEngine-ben. Egyrészt SQL mezőben tudjuk használni, konkrétan mezőtartalomban, de akár táblanévben is. Tehát, hogyha külön táblában akarod tárolni a violation-öket, meg külön táblában szeretnéd a system üzeneteket, akkor ez is megcsinálható. Vagy a logpásszainkban filtereket tudunk definiálni, és azt is meg tudjuk csinálni, hogy szűrjünk ilyen üzenetekre. Illetve még file nevet meg pászt tudunk definiálni vele, például per var per log per messages pont violations, vagy messages pont system, vagy valami hasonlót tudunk még létrehozni. Következő ilyen buzzword, az az egyetlen szerencsém, hogy nem én találtam ki, hanem a Marcus J. Ranum, hogyha esetleg mond valami ez a név. Úgy hívják, hogy artificial ignorance. Ez azt jelenti, hogy ez azt a funkciót jelenti, hogy mi van azokkal az üzenetekkel, amire nincsen mintánk. Erre automatikusan az unknown nevezetű osztályt fogja megkapni, hogyha nem tudunk rá egyetlen mintát sem illeszteni. És maga az artificial ignorance az, amikor csak az unknown üzeneteket olvasgatjuk, és csak az unknown üzeneteinket fogjuk ellenőrizni. Ez azért van, mert minden rendszerben előfordulnak nem várt események, és ezek a nem várt események, amire nincsen minta, azt nem árt végigolvasni. Mondjuk képzeljétek el, hogy vesztek egy új szervert, és belövitek az összes mintáját, mondjuk egy-két-három hét alatt, nem egy nagy munka egyébként, egy ilyen lamp szervernél ezt összelőni, de utána, és akkor utána örülsz neki, és ha nem olvasod az unknown-okat, akkor ha fél év múlva mondjuk az MD-ADM, vagy bármi szól, hogy mondjuk egy diszk meghibásodott, vagy a RAID-el van valami, akkor nem fogod észrevenni. Hogyha folyamatod van arra, hogy az unknown-okat olvasd rendszeresen, naponta, és utána ezzel kezdjél valamit, akkor nem maradnak észrevétlenek, és nagyjából ez lenne az egyik legeslegfontosabb dolog a logolvasásban, mert én azt gondolom, hogy a legveszélyesebb dolog a világon az a magára hagyott gép. Tehát, hogyha föltelepíted és ott hagyod, akkor az nagyon hamar elesik. Nézzük meg, hogy néz ki akkor egy ilyen artificial ignorance folyamat. Ugye rendszeresen olvassuk ezeket az unknown üzeneteket, aztán reagálunk rá, megnézzük, hogy mit jelent, és módosítjuk az adatbázisunkat. Nyilván hozzáadjuk az új üzeneteket. Akkor jó egy rendszer, hogyha fut rendesen, és nincsenek unknown üzeneteink. A másik dolog, hogy mit kezdjünk az üzenettartalommal, és nagyjából most érkeztünk el a lényegi részre.
időben vagyunk. A kiparszolt üzenet részeket, mondjuk például a user nevet, vagy az autentikációs metódust, vagy az IP címet, ezeket ki tudjuk tenni egy makróba, és ezeket a makrókat, ezeket az infókat el tudjuk tárolni, és hogyha eltároltuk, akkor jól tudunk rá reagálni. Ez a másik ilyen nagyon fontos dolog. Ha emlékeztek, akkor a makróban olyan kettős pontokkal lehet megadni mindenféle paramétereket, mondjuk egy stringnek, hogy mégiscsak fogadjon el kötőjelet, vagy aláhúzást, vagy egyéb más karaktereket. Azt is lehet mondani itt, hogy ja, és amúgy a kiparszolt részeket, azokat tedd be ebbe, vagy abba a változóba. Például a logcheck.uid-ba rakjuk bele a user ID-t, logcheck.ip-be az IP címet, a portot, stb. Stb. Ha megnézitek, akkor ez az a pont, ahol a három logüzenetünk, ami itt volt példában, így összetalálkoznak, mert mind a háromban a logcheck.uid-ba teszem a user ID-t, meg a logcheck.ip-be teszem azt az IP címet, ami engem érdekel. Hogyan tudok rá reagálni? Később ezek saját makrók lesznek, úgy hívod a makrót, ahogy csak szeretnéd, és ezekre ilyen makrókkal lehet hivatkozni utána. Tehát ez a kis dollár kapcsolat zárójel, logcheck.uid, logcheck.ip, és a többi, és a többi. Olyat is tudunk, hogy default értéket meghatározunk, ugye az előbb beszéltük, hogy nincs ilyen. Mondjuk egy csomagszűrő lognál nem lesz user ID-ing, de hogyha mégiscsak szeretnénk oda valamit belerakni, tudjuk, hogy a kernel csinálta azt az üzenetet egyébként, akkor meg tudjuk mondani, egyrészt ott a makrónál, ahol szeretnél, de ilyen default értéket definiálunk, kettős pont kötőjel, és megmondjuk, hogy ez a default, vagy pedig az XML-ben is ez ilyen value párokkal, és ott szépen meg lehet mondani az adott értéket. És most jön igazából az érdekes dolog, hogy hogyan tudunk rá elemezni. Az egyik az ugye teljesen világos volt, hogyha ezeket kirakjuk egy adatbázis mezőbe, vagy egy fájba, akkor tudjuk számlálni, hogy az eleges legprimitívebb úgymond elemzés, hogy egyszerűen számláljuk, hogy óránként hány darab violation, hány darab system, hány darab noise üzenetünk érkezett, és akár ezt ábrázoljuk is, vagy csak egyszerűen ránézünk, hogyha ez a szám tartósan megemelkedik, vagy mutatok rá egy nagyon egyszerű túlt, amivel ezt lehet jól ábrázolni, akkor mondjuk úgy, hogy gyanút fogunk, igaz? Tehát a számlálás az a legegyszerűbb ilyen napló elemzési eszköz. A másik az az, hogy korreláció elemzést végzünk. Korreláció elemzésnek mi egyetlen egy válfaját tudjuk megcsinálni SysTogengével, mert korrelációs engine-ünk per pillanat még nincs, de már dolgozunk rajta nagyon, hogy a letárolt üzeneteket utólag periódikusan átnézzük, és megnézzük az összetartozó üzeneteket. Ezt azért majd mutatok egy példát, amivel egy kicsit talán gyorsabbá lehet tenni, de ez nem az a klasszikus korreláció, amit a napló elemzők szoktak emlegetni. Tehát például szeretném látni a rendszerben a violation-öket IP-k szerint felosztva, vagy a violation-öket szeretném user ID-nként megnézni, a login eseményeket user ID-nként megnézni. Ugye ezt hogy tudjuk megvalósítani? Hát a drága jó öreg grep segítségével, gondolom mindenki ismeri, vagy pedig az SQL segítségével. Egy SQL view tábla például nagyon hasznos tud lenni. Tehát fogom és azt mondom, hogy az összes bejövő üzeneteket SysLogengy tud közvetlenül SQL-be loggolni. Azt mondom, hogy egy külön adatbázis mezőbe tárolom le a klasszot, külön egy mezőbe tárolom le a tegeket, külön mezőbe tárolom le mondjuk az IP címeket, és a user ID-t is, és egy sima egyszerű view segítségével azt mondom, hogy gyártok egy olyan táblát, amiben csak az IP címek, meg a mondjuk csak az IP címek, meg csak a user ID-k vannak, és akkor látjuk azt, hogy adott userek milyen IP címekről léptek be, erről lehet ilyen statisztikákat összehozni, nagyon kényelmesen.
úgy látom az utolsó szlájdnál tartok, és tartottam az időt is, hogy ezt szeretnénk, nagyon jó, hogyha ezt tudjuk utána valahogy fel is használni ezeket az infókat. Ugye az nem biztos, hogy jó, hogy van nekünk egy SQL táblánk, és ott ilyen szelektek segítségével az rendszergazda tud infókat összehozni, jó lenne valahogy láthatóvá tenni ezeket a dolgokat. Az egyik és a legegyszerűbb az a Pager script. A Syslog Engine-nek van egy program nevezetű cél drivere, ami egy alkalmazásnak a standard inputjára átküldi a logüzenetet. Ezzel tudunk SMS-t küldeni, e-mailt küldeni, vagy bármit tudunk küldeni, tehát ez egy megoldás lehet. A másik, hogy direkt a végére jövök, egy sima reporting scriptet is akár össze tudunk ütni nagyon kényelmesen ezekből a szelektekből, hogy nézzük meg a top 10 violation-t userenként, meg a top 10 violation-t IP címenként, és a harmadik lehetőség az a Munin és az RRD toolnak a használata, hogyha ez mond valakinek valamit. Egy nagyon egyszerű Munin script segítségével tudjuk ábrázolni. Itt, amit látunk, az két darab ábra. Az egyik az a teljes rendszernek, amiben sok a zöld, az egy olyan ábra, ami a rendszerbe beérkező összes információt, összes logüzenetet tárolja, méghozzá egy belőtt rendszeren és klasszonként. A zöld az a system, ez azt jelenti, hogy egy teljesen normális működés, hogy nem nagyon támadták ezt a gépet, de a lilára felhívom a figyelmet, ez ott egy portszkennelés volt egyébként konkrétan, és látható, hogy ott abban az idősávban megnövekedett a paketfilter violation-öknek a száma. A másik ábra az tök ugyanez, csak kivontam belőle a szisztemet, és ez a shame on Munin, nem lehet megmondani, hogy melyik értéket milyen színnel generálja ki, vagy legalábbis amit én a neten találtam, az nem működött. Jó lenne, ha itt is lila lenne mondjuk a PF violation, és nem zöld lenne az SMTP violation, mert az a szisztemnek a színe egy másik ábrában, de így csak a violation-ök közötti értékeket látjuk, mert hogy per pillanat nem oldottam meg, mert nem lustaság, vagy nem tudom miért, hogy a zajokat kiszűrjem, és ezért például, hogyha nagyon sok a zaj, akkor el tudnak tűnni dolgok. Itt jelen esetben az első ábrán látjátok, hogy nagyon sok a system, és a system logoknak a tetején ilyen 1-2 pixelnyi egyéb színes infók vannak. Na az azért van, mert arányaiban hiába raktam exponenciálisra a függőleges mezőt, nagyon sok, tehát arányaiban hoz képest, egyébként ez nekünk jó, nagyon sok a system típusú üzenet, és nagyon kevés az ilyen a systemtől eltérő üzenet, amelyikként nagyon jó, csak nem lehet látni, ezért kénytelen voltam egy másik ábrát hozni, amin kivettem a systemet, és minden mást, ami ettől eltér, azokat ábrázoltam. És még egy utolsó ilyen slide maradt hátra. Bence, elmondtam, mondd meg az Attilának, hogy miért javasoljuk a Syslog Engine-nek a használatát. Azért, mert egyrészt a szívem csücske, másrészt azért, mert GPL-es és szabadon elérhető. Az összes funkció, amit itt elmondtam, és az egész rendszerben, amit használtam, látjátok, MySQL-t, Syslog Engine-ből a GPL-est használtam, Munint használtam, bast meg VI-t, tehát nem kellett egy fillért se költenünk arra, hogy szoftvereket vásároljunk. Illetve itt ülnek olyan kollégák az első sorban, akik tudnának mesélni róla. Van 8000 elérhető mintánk már, egyelőre ez csak ilyen Linuxos és ilyen hasonló logok, nem van közte egyébként más egyéb gyártónak a logja. De ezek szabadon elérhetőek. Illetve van még egy nagyon fontos, hogy most dolgozunk azon, hogy van egy alakuló közösség is a minták köré, mondjuk így, akik majd most lelkesen segítenek nekünk, illetve magunknak logokat gyűjteni, és elkezdjük használni a patternjeinket. Tehát, hogyha felmentek a balabit oldalra, akkor le lehet szedni ezeket a mintákat ingyé. Ennyi lett volna, nem tudom, van-e kérdésetek? Parancsolj! Lehet-e, és hogyha lehet, akkor hogyan olyan megvalósítást csinálni, ahol mondjuk nem egy sorban van egy
többszörös üzenetek. Az új információ nem több. Például a posztítanak tipikusan írtad, hogy a túl meg a ori bejegyzéseket, a from, az nagyon sokszor például nem a passzolban. Igen, ez azért van. Igen, az volt a kérdés, hogy össze lehet-e hozni a többsoros üzeneteket egybe, amikor mert nagyon sok alkalmazás sok log üzenetet csinál, a példa itt az előző postfix volt. Igen, ez valóban igaz, hogy a többsoros log üzeneteknek a kezelése az problémás. Az a szerencsénk, hogy a postfix ebből a szempontból iszonyú jó. Azért, mert a postfix, ugye a postfixnek nagyon sok a kis modulja van, és mindenki más csinál. Más csinál az SMTPD, más csinál az SMTP, mást a queue manager, mást a nem tudom, 6-féle, vagy 60-féle ilyen modul van, és mindegyik saját logüzenetet csinál. A Postfixnál ezt össze tudjuk rendelni, mert hogy mindegy, mert amikor ugye a legelső modul, aki megeszi ezt a logüzenetet, az az SMTPD, és az üzenetnek generál rögtön egy message ID-t, ami viszont az összes logüzenetben benne lesz, és akkor neked van egy darab olyan meződ, amivel össze tudod rendelni ezeket az üzeneteket, és tudod, hogy hát igazából ez egy darab levélhez tartozó logüzenet, csak ez amikor átvettük, ez amit a queue manager berakta az XQ-ba, át egy másik queue-ba, a cleanup az mondjuk csinált vele valamit, és utána az SMTP akár tovább küldte egy sima forwardnál, vagy lokálisan ledeliveráltuk. Például ez egy jó példa volt a postfix, azért, mert ezt így össze tudjuk rántani, mert mindegyik logüzenetben van egy ilyen ID, amivel össze tudod rendelni őket. Mondjuk egy, és akkor mondok rögtön ellenpéldát is, hogyha összehozol egy olyan mail szervert, ahol postfix-el fogadod a logokat, és mondjuk a dovcat-tal akarod letárolni lokálisan, mert az mondjuk az IMAP és POP3 szervered, akkor a delivernek fogod használni a dovcat-ot igazából a lokál deliveryhez vagy kézbesítéshez, hogy ne szeragd be ebbe vagy abba a mailboxba. Például a dovcat már nem fogja leloggolni ezt a mail ID-t, és így már nem fogod tudni összerendelni, hogy a postfixnek a logjait, mondjuk a dovcatnak a logjaival, hogy na, itt jött be a levél, de ott raktuk le lokálisan. Erre gondoltam arra, amikor nincsen összefüggésben, és ez még egy jobb eset volt, mert mind a kettőre van, mind a kettő aránylag normálisan loggol, de nagyon sok olyan alkalmazás van, ami egyszerűen össze-vissza logsorokat rak be, és nem is tudod megmondani, hogy ez most hova tartozott igazából, illetve hát a sorrendiségből lehet következtetni, hogy valószínűleg... Akkor lehet, hogy egyszer dobálnak be. Így van. Ezért mondtam, hogy ez egy, sajnos ez egy probléma, de szerintem olyan nagyon más se tudja megoldani jobban, mert junk in, junk out van továbbra is. Van még más kérdés esetleg? Ha nincs, akkor egyrészt köszönöm szépen a figyelmet, másrészt pedig remélem, hogy neki álltok otthon logot elemezni hamarosan. Jó, jaj, nagyon szépen. Illetve köszönöm. Egy dolgot tegyél még meg, egy kérdést egy IT Café pólóért fölteszem egy hét az előadáshoz. Ide? Igen. Most kell válaszolni is rá? Igen, valami megfejthetőt. Csak azért, mert tegnap megmaradt egy pár ajándékunk. Jó, akkor gondolkodjunk egy kérdésen. Mondjuk csinos vagy vele egyébként. Az a kérdés, hogy mi legyen ez, hogy meg tudja valaki mondani azt, hogy ezzel a módszerrel milyen típusú korrelációt lehet megvalósítani, amit itt az előbb elmondtam? Hogy elhangzott. Vannak egyszerűbb kérdéseket? Jó, mondjatok egy, aki a legtöbb fajta ilyen egyszerű korrelációt, egyébként statisztikai korrelációnak hívják, ha jól tudom, legalábbis ezt a szót, ha mondtam, hogyha tud, aki a legtöbb ilyet fel tudja sorolni, az, amit így meg tudunk valósítani, az a övé a póló. Egy számmal lehet jelentkezni, és utána majd ellenőrizzük. Na mondjad. Az egy, igen. Mik? Én adnám neki a pólót, mert én vajszívű vagyok.